2018. március 14-én kötött Kispest és Tasnád testvérvárosi szerződést. Az együttműködés első kulturális állomására, Vas Csaba erdélyi képzőművész kiállításának megnyitójára érkezett a Városházára a tasnádi polgármester Grib Csaba egy 10 fős delegációval. Most elsőként a tasnádiak érkeztek Kispestre egy kiállítás keretében, de megyünk majd a helikonosok, már meghívást kaptak Kispestről Tasnádra, és azt is szervezzük, azt is tervezzük, hogy legyen turisztikai program is, ahol a lakosság szélesebb köre meglátogathatja Tasnád városát és a környék nevezetességeit. Tasnád a magyar határtól 30 kilométerre fekvő Szatmár megyei kisváros, amely nem csak termálfürdőjéről híres, hanem arról is, hogy környékén született Kölcsei Ferenc és Ady Endre is. Szeretnénk azt, hogy Kispest és Tasnád között egy erős kapcsolat legyen. Pedig Tasnád egy kicsi város, ha úgy vesszük, Kispesthez és Budapesthez számítva, de mi szeretünk mondjuk azt tanulni másoktól. Most Tasnádot képekben hozták el Kispestre Vas Csaba segítségével, aki a város legjellegzetesebb, legnevezetesebb, legidősebb épületeit mutatja meg a látogatóknak. Ezek tussal, vízperrel lavírozott munkák, amik lehetővé teszik ezt a nagyon gyors, impressionisztikus megjelenítést. Kicsit úgy mondanám, hogy operatőri technikával, hogy ráfókuszál a lényegre, és a háttér pedig gyakorlatilag éppen hogy csak jelzett. És nagyon fontos egyébként helytörténetileg itt is helyére teszi abszolút korban azokat a jeleneteket, amiben beágyazza magát a városképet, hiszen megjelennek a jelenlegi idő jellegzetes villanyoszlopai, a lámpatestek, a hirdetések, megjelennek az autók, az emberek, az ember hátán a hátizsák, tehát az, hogy most éppen mit viselnek azok az emberek. Az épületeken, középületeken látjuk ezeket a jellegzetes klímadobozokat, tehát érezzük azt, hogy ez egy 21. századi város, élővárosnak a képei. A 21 képen utcarészletek, közintézmények, templomok láthatóak. A legérdekesebb dolog az a Tasnádban, hogy a Párcium szélén a legutolsó dombon helyezkedik el magaslaton. Ez arra következtet jutni, hogy tulajdonképpen Magyarország felé néz, ilyen szempontból nagyon érdekes dolog, mert onnan már tulajdonképpen kezdődik a magyar alföld, Tasnádtól. Egy nagyon érdekes dolog, hogy például a tasnádi református templom, mert egyben műemléktemplom is, több mint 500 éves, állítólag a madártávlatból nézve a toronyból jó időben el lehet látni, hogy egészen a debreceni nagy templomig. Mi egy kisebb üdülőváros vagyunk, szeretnénk fejlődni, és mindenféleképpen fejlődésünkhöz szükség van kollaborálásra azokkal a testvérvárosokkal, amelyek Magyarországon vannak. Az együttműködés nem csak kulturális, de gazdasági területen is gyümölcsöző lehet, úgy a tasnádiak, mind a kispestiek számára. Általában ez úgy működik, hogy ottani kamara, akik a vállalkozókat tömörítik, és a fővárosban is meglévő kamarák, akik vállalkozások kamarái, ezeket próbáljuk összehozni, hogy lehet-e esetleg a térségek közötti kereskedelmi vagy szolgáltatásbeli kapcsolatokat erősíteni, fejleszteni vagy kialakítani. Számomra nagyon nagy öröm volt az, hogy látni, és végre sikerült, hogy a Kispesti Önkormányzat, valamint ugye a Kispesti Román Nemzetiségi Önkormányzattal együtt sikerült egy ilyen testvérvárosi kapcsolatot létrehoznunk, ami tényleg nagyon szép és nagyon jó, hiszen ugye tudjuk, hogy ez évben ugye a tasnádi gyerekek voltak táborban, nagyon érezték magukat, a budapesti gyerekek is voltak a kispesti gyerekek táborban, Tasnádon, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó és gyümölcsöző kapcsolat. Mi reméljük azt is, hogy a kispestiek a jövőben nem csak a hivatal, de a kispesti polgárok is jövőben érdekeltek lesznek Tasnáddal kapcsolatban, és akármikor nagyon szívesen látjuk őket. A megnyitott a vasiskola diákjai zárták, akik Vargán Ivankó Katalin vezetésével köszöntötték a tasnádi delegációt.